jégverés okozta károk enyhítésére néhány módszer és technológia ismert. Magyarországon egy olyan rendszert alkalmaznak, aminek lényege ezüst jodid elpárologtatása. Az levegőben felemelkedő ezüst jodid megakadályozza a felhőkben a nagyobb jégdarabok képződését, és csak kis szemcsék tudnak létrejönni, amelyek nagy része esés közben el is olvad, és csak esőcseppek alakjában hull le. Az, ami pedig jég alakjában, nem okoz jelentős károkat. Egész Magyarország területén működik ilyen rendszer, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Mi is szeretnénk valami hasonlót itt Kárpátalján létrehozni, hisz a jégverés itt is okoz károkat, főleg a mezőgazdaságban szereplőknek, de nem csak ott. Egy ilyen rendszer kiépítéséhez, ilyen párologtató eszközre, berendezésre van szükség, ami nem bonyolult, de több mint 100-ra lenne szükség Kárpátalján, amelyeket egy háló szerint 10-10 kilométeres távolságra egymástól kellene elhelyezni, ami már problémát okoz. De megoldható, sokkal nagyobb gond az, hogy szükséges az előrejelzése, hogy mikor és hol alakulnak ki ilyen felhők. A meteorológiai szolgálat a helyi ezt nem tudja megtenni, mert nincs eszközük. Egy nagy hatósugarú radarra lenne szükség, ami igen drága, amit be kell szerezni, és azt el kell helyezni valahol olyan helyen, ahol egy kb. 100 kilométeres sugarú körben ez a radar jelzi, látja, hogy mely felhőkben kezd el kialakulni a jég képződése. Ez nyilvánvalóan sok pénzt igényel. Tehát maga a rendszernek a kiépítése és a működtetése is egyébként forrás igényű, jelentős forrás igényű, pénzforrás igényű, ami nem áll rendelkezésünkre, sem a megyei költségvetésben, sem az állami költségvetésben nincs ilyen pénz előirányozva, ezért pályázati úton próbáljuk a projektet megvalósítani. A pályázat megírásához sok információra van szükség, hiszen technológián kívül még sok engedélyezés is kell. Az illetékes szerveknek a képviselő voltak itt jelen, a pályázat megírását tervezők, akik fogják ezt a pályázatot csinálni, az ökológiától, az adminisztrációtól, azok, akiknek a jóváhagyása, illetve az információ szükséges ahhoz, hogy ez a pályázat elkészüljön. Ezt tárgyaltuk most meg, ez már nem az első tárgyalás volt, korábban erről tárgyaltunk, a következő ebben a kérdésben ez Nyíregyházán lesz, jövő hét csütörtökön utazunk oda egy kisebb delegáció az illetékesekkel, ahol a magyarországi illetékesekkel, szakemberekkel fogunk tárgyalni tovább, és a projekt maga is közös lesz, tehát Európai Uniós pályázatban gondolkodunk, a Tisza ETT-n belül, és ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűléssel és Kisvárda önkormányzatával közösen a megyei tanács fogunk egy ilyen pályázatot elkészíteni és beadni abban a reményben, hogy meg is nyerjük azt a pénzt, amivel ezt a projektet meg lehet valósítani. A legutóbbi nagy jégverés az főleg Ugocsa megyében, Királyháza és környéke, illetve Beregszász egyes településein benne például említhetem, ahol nagyon komoly károkat okozott, és hát a károk azok meghaladták a 100 millió grivenny nagyságrendet, amiből hát ugye Kijev felé benyújtottuk az igénylést, mert ilyen források itt a megyében nincsenek, amivel ezt fedezni tudjuk, de sajnos kártérítést nem nagyon kaptak az emberek, tehát csak jelentéktelen összegben. Mert nem csak a mezőgazdaságnak okozott kárt, az szinte felbecsületetlen volt, hanem nagyon sok tető is megrongálódott, nagyon sok helyütt. A jég olyankor darabokban esett, hogy átlyukasztotta a tetőket és tetőt kellett cserélni. Tehát nagyon komoly károk is előfordulnak, 100 millió grivenyes nagyságrendű károk is előfordulnak itt Kárpátalján. Nyilvánvalóan a mezőgazdaság az, ami legjobban szenvedettől, de nem csak. És hát szeretnénk, hogyha egy ilyen rendszert sikerülne képíteni. Egyébként ez egy pilóta projekt, tehát Ukrajnában nincs ilyen. Ezért is nehéz, mert ugye megvalósítani azt, ami még nincs, tehát még ez egy járatlan út, hogy úgy mondjam, és sajnos hát olyan a rendszer, hogy
a bürokrácia is nagy, és az engedélyeknek a megszerzése se egy könnyű dolog, de megpróbáljuk.